Területek, ahol évtizedekig világhírű és legendás repülőterek üzemeltek. Egyik a grandiózus terminál, a másik a szigetek összekötése, a harmadik pedig a hajmeresztő megközelítés miatt volt ismert szerte a világon. Ez a repülőtér konkrétan veszélyes volt. Tehát volt túlfutás, volt pályáról lecsúszás, volt nagyon sok minden. Berlin, Hongkong, Oszló, Tempelhof, Kaitakfor nevű repülőterek, melyek helyén ma már irodaházak állnak, hajókikötők vagy szabadidőközpontok üzemelnek. Szinte időnként elsötétült az ég, tehát olyan mennyiségbe jöttek a légi híd kapcsán ezek a élelmiszer és tüzelőanyag szállítmányok. Hol hogyan hasznosítják a felhagyott, elköltöztetett repterek területét? Mi mindenre jó egy lezárt futópálya és egy üres terminál épület? It's now time to turn the lights off, which have safely guided thousands of arriving aircraft. Sokan a világ legrégebbi kereskedelmi repterének tartják. A forgalom 1923-ban indult meg, és itt jött létre a Lufthansa. A náci Németország Európa kapujának szánta a légikikötőt, ezért jelentős fejlesztések kezdődtek. Hatalmas repülőgép formájú épületet alakítottak ki, amelynek két legtávolabbi pontja közel másfél kilométerre van egymástól. A 30-as évek végén a berlini Tempelhof, amely akkoriban a világ második legnagyobb épülete volt, naponta közel 100 járatot fogadott. Ráadásul nem is akárhogyan. Tempelhof egy birodalmi, gigantikus, monumentalista épület, míg Ferihegy egyes terminálja egy abszolút arányos, racionális, két lábbal a földön álló, annak ellenére, hogy repülőgép. Tehát az egy nagyszerű terminál, hát a Tempelhof is egy zseniális alkotás volt. Tempelhofnak az egyik legfontosabb érdekessége, hogy az a két kitárt szárny, ami ugye a repülőgép szárnyát is hivatott reprezentálni, az olyan konzolosan előre nyúló előtetőkkel épült, nagyon érdekes és előremutató építészeti és statikai megoldás egyébként, ami alatt óriási szabad terület van, tehát nincsenek pillérek. Ezek azért mondtam, hogy konzolosan nyúlik előre, mert pillérek nélkül, letámasztás nélkül a túlsó oldalon, úgyhogy ez alá a repülőgépek be tudtak gurulni, úgyhogy tulajdonképpen eléggé egyedülálló módon az utasok úgy tudtak a repülőgépből kibeszállni, hogy nem áztak meg, ha esett az eső, nem hullott rájuk a hó. Tehát a repülőgép egy fedett csarnokba gurult be saját hajtóművel, a pálya felüli oldala természetesen teljesen nyitott volt, de ez a nagy túlnyúló előtető megadta ezt a fajta védettséget. És ennek a hosszú karé alakú előtetős résznek voltak dedikált és meghatározott szerepei meg részei, úgyhogy például az egyik része volt a hangár műszaki bázis, ahol karban tartották a repülőgépeket, szintén időjárástól többé-kevésbé védett módon, tehát nem volt ugyan fűtött a tér, de csapadéktól legalábbis védve volt. Ezt egyébként nagyon érdekes módon, mint egy ötletet, ez szembe jött velem Norvégiában, amikor 88 és 91 között az új oszlói reptér tervein dolgoztam, mert akkor volt a SAS légitársaságnál egy ilyen kis repteres csoport, akik kitalálták azt a fogalmat, hogy termigár, és a termigár az a terminál és a hangár hát keresztezése és összfére lett volna. Kettő az egyben. Kettő az egyben. És ez is olyan ötlet volt, hogy mondjuk a zord norvég időjárást megoldva a repülőgép guruljon be egy hangárszerű csarnokba, és ott történjen meg az utas kiszolgálás, ott történjen meg a repülőgép kiszolgálás, tehát a két járat közötti megfordítás minden lépése. Norman Foster, a legendás brit építész, annak idején minden reptér atyának nevezte a Tempelhofot, amelynek speciális tetőszerkezetét úgy alakították ki, hogy repülőnapokon lelátóként is szolgáljon. A tervezők semmit sem bíztak a véletlenre, a pince szinten iparvágányt vezettek át, de süllyesztett hangárokat is kialakítottak a korabeli vadászgépek számára. A reptér a háború alatt amerikai fennhatóság alá került. Központi csarnok is egy akkora csarnok, hogy szerintem a Ferihegy 1-es terminál csarnokkal körülbelül 6-szor férne bele.
Tehát óriási dimenziók vannak, sok emeletes szárnyépületek, és így tovább egy fantasztikus allé vezetett úgy rá a közúti előtér felől is. Annak ellenére, hogy Tempelhof két meglehetősen rövid pályával rendelkezett, az egyik 1800, a másik 2000 méter hosszú, a repülőtér rendszeresen fogadott széles törzsű gépeket. A 70-es és a 80-as években időnként jumbók is landoltak az időközben alaposan körbeépült területen. Tempelhofot hosszú előkészítő munka után 2008-ban zárták be. Érdekes módon az utolsó hónapokban népes csoportok azért tüntettek, hogy ez ne következzen be, arra hivatkozva, hogy szinte sehol a világon nincs ilyen közel a belvároshoz egy nemzetközi légikikötő, mint Berlinben. Az a körülmény, hogy annyira bent van a város közepén, tulajdonképpen az ölte meg ezt a repteret. Minden esetre az egész berlini repülőtér helyzet fényében, tehát az egész helyzetet tekintve kell erről is gondolkodni, hogy ez a bezárás, ez indokolt volt, mennyire volt indokolt, és így tovább. Ugye a II. Világháború után Berlint ketté osztották egy jó nagy fallal. Volt Kelet-Berlinnek is repülőtere, úgy hívták, hogy Schönefeld, és volt Nyugat-Berlinnek is repülőtere. A Tempelhofon kívül épült egy modern, sok szempontból előremutató repülőtér, Tegel, amit érdekes módon, amikor először jártam ott a 80-as évek elején, akkor még angol, francia és amerikai légiforgalmi irányítók irányítottak benne, hiszen akkor még a megszálló hatalmak uralták a berlini légteret és a várost. Viszont olyan közel volt ez is egyrészt a városhoz, másrészt még a határhoz is, tehát a kerítéshez, hogy amikor az ember Kelet-Berlinben valami magaslati pontról nézelődött, akkor nem értett, hogy mit keresnek itt Kelet-Berlin fölött a nagy amerikai szállítógépek, tehát Herkulesek meg C5A galaxik is keringtek ott abban a légterben, ami gyakorlatilag szinte néhány száz méterre volt a határtól. Hát érdekes helyzet volt. Tempelhof különösen fontos szerepet játszott a hidegháború első éveiben, amikor a szovjetek ki akarták éheztetni Nyugat-Berlint, ezért aztán blokkád alá vették a várost. Így a 40-es évek végén kiépült a legendás légihíd, és a lakosságot kizárólag légiúton látták el. Elsősorban amerikaiak, angolok, franciák egy nagyon jól megszervezett légihidat építettek ki, mert közúti, tehát szárazföldi, felszíni, földfelszíni közlekedés meg volt akadályozva a szovjet erők által, de a légi nem. És ilyen módon egy légihíd látta el Berlint hihetetlen mennyiségű élelmiszert és tüzelőanyagot, szóval szenet konkrétan szállítottak DC-3-asokkal, leginkább DC-3-asokkal, egyrészt mert abból nagyon sok volt, másrészt mert nagyon alkalmas volt erre a viszonylag rövid hatótávolságú, rövid pályát igénylő, nagy frekvenciájú járatokra, úgyhogy szinte időnként elsötétült az ég, tehát olyan mennyiségbe jöttek a légi híd kapcsán ezek a élelmiszer és tüzelőanyag szállítmányok. Az utolsó innen felszálló járat egy brüsszeli BA-146-os volt 2008-ban. A bezárást követően sokáig csend volt Tempelhofon, a városvezetés sem akarta elkapkodni a hasznosítással kapcsolatos döntéseket, végül szabadidőpark funkciót adtak az egykori repülőtérnek, ahol számos nagy koncertet tartottak az utóbbi években, de indultak különféle zöld projektek is. A terminálban jelenleg vezetett túrákon lehet részt venni, de azt tervezik, hogy itt jöhetne létre a légihíd emlékmúzeum is. Végső hasznosítás még nem dőlt el, de egészen extrém ötletek is felvetődtek. Van, aki több száz méter magas, mesterséges hegyet építene a futópályák és a guruló utak helyén. Last passenger has arrived. The last flight has departed. The runway is silent. And it is now time to turn the lights off, which have safely guided thousands of arriving aircraft. 1998-ig a világ egyik legforgalmasabb és legveszélyesebb reptereként jegyezték. A hongkongi Kai Tak megközelítése is egyedülálló volt. A földetérés előtt 90 fokos fordulót kellett végrehajtaniuk a landoló széles törzsű gépeknek a város toronyházai fölött. Az is egyedülálló a világon, hogy egy hegyoldalt akadályfestéssel lássanak el.
Tehát gyakorlatilag piros-fehér kockák. Piros-fehér kockásra festették azt a hatalmas sziklafalat, ami előtt ezeknek a széles törzsű hatalmas repülőgépeknek, elsősorban jumbóknak 90 fokos fordulót kellett végrehajtaniuk, hogy ráforduljanak az egyébként 13-31-es pályára. Ez csak azért érdekes nekünk, mert Ferihegyen is ez a pályairány, tehát egy észak-nyugat-délkeleti tájolású pályáról van szó, ami szinte teljes egészében feltöltésre épült be a tengerszorosba. Ugye a Hong Kong Island, a hongkongi sziget és a Kowloon nevű szárazföldön lévő városrész között van ez a tengerszoros. Ebbe épült bele a reptér. A pályája sose volt igazán elég hosszú ahhoz, hogy széles törzsű gépek teljes terheléssel nagy távolságra onnan elinduljanak, de azért ezt feszegették és próbálgatták, és érdemes a YouTube-on egy kicsit körülnézni, mert elképesztő filmeket lehet látni ez erről az időszakról. A Kai Tak a 20-as években hidroplánokat szolgált ki, a menetrendszerű forgalom 1935-ben indult el. A II. Világháború után a brit haditengerészet használta bázisként, majd visszatért a polgári forgalom is. Ahogy fejlődtek a repülőgépek, állandó problémát jelentett a pályahossz. Az 50-es években előbb 2500 méterre, majd 1975-re 3400 méteresre bővítették a betoncsíkot. Kai Tak tervezett kapacitása évente 24 millió utas volt, ehhez képest akadt olyan év, amikor 30 millióan fordultak meg a különleges repülőtéren. Mivel a tervezők máshogy nem tudták megoldani, a bevezető fénysor egy részét is a környékbeli lapos tetős házakra telepítették. Hongkongnak különleges politikai státusza volt és gazdasági státusza. Akkoriban még az angol protektorátus korona alatt zajlott minden. A hongkongi légitársaság, a Cathay Pacific is egy csomó jumbóval rendelkezett, és elsősorban európai és Hongkong között alakította ki egy nagyon sűrű és nagyon jól működő útvonalhálózatot. Hát ez a repülőtér konkrétan veszélyes volt. Tehát volt túlfutás, volt pályáról lecsúszás, volt nagyon sok minden. Oldalszélre nagyon érzékeny helyzetben volt ez a pálya. Szűk helyen volt, elég magas hegyek között volt, szinte azt mondanám, hogy toronyházak között is egyúttal, amiknek a tetejét időnként szinte súrolták a már kibocsátott futók. Ez egy nagyon nehéz helyzetben lévő repülőtér volt, és ugyanakkor a gazdaságnak egy iszonyú lüktető komponense. Kai Takot 1998-ban zárták be. A terület hasznosítása nagyon gyorsan megkezdődött. Egy része irodaházakkal épült be, a futópálya földnyelvén pedig pár évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit az új hajóterminál. Hongkong nem csak a régi, hanem az új repülőterével is felhívta magára a világ figyelmét. Megépült a világ egyik legambiciózusabb projektjeként az új hongkongi repülőtér, Chep Lak Kok, ami teljes mértékben egy mesterséges szigetre épült. Ugye ez is egy olyan terület, ahol nincs a közelben vízszintes szárazföld. Tehát itt hegyek vannak és tenger, és szigetek, de a szigetek is hegyesek. És ez a Chep Lak Kok, ez mesterséges szigeteken van egy kiépített út és vasút, mint töltés átvezet erre a mesterséges szigetre. Itt viszont ki tudtak építeni egy tankönyvi, tökéletességű, két pályás, párhuzamos pályák, nagyon szép, kicsit X-alakot formázó fingerpíres terminál koncepció alakult ki, ahol a vasút bemegy az indulási csarnok alá. Szóval egy minden szempontból mindent megoldó, nagyszerű. És ez tényleg mind kint az óceán közepén, majdnem, vagy a tenger igen, közepén. Igen, elég messze is van a belvárostól, tehát ott egy nagyszerű gyorsvasutat kellett erre a célra egy dedikált vonalat kiépíteni, ami egyébként úgy működik, hogy a városban rendes check-in pultok, rendes légitársági egyenruhában az adott járatra már fölveszik az utast, kap beszállókártyát, a podgyászát elveszik a belvárosi vasútállomáson. A vasúti ülésen az előttem lévő ülés háttámlájában fix képernyő van, tehát olyan járatinformációs rendszer, ami látom, hogy hanyas géttől fog indulni a járatom, van-e késés, mikor fog beszállítani, és így tovább. És ilyen módon a reptér egy kicsit ki tudta szervezni a feladatainak egy részét a belvárosba ezen a speciális vasútvonalon.
Ma már csak egy-egy épület árulkodik arról, hogy hol terült el Oszló korábbi repülőtere, a Fornebu. Ez a légikikötő is rendkívül közel volt a belvároshoz, az oszlói városháza ikonikus épületétől légvonalban mindössze 5 kilométerre. 1939-ben nyitották meg a repülőteret, melyet az évtizedek során kinőtt a forgalom, a földrajzi adottságok miatt pedig esélytelen volt a jelentős bővítés. Egyrészt ugye ez egy közeli reptér volt, másrészt az Oszlófjord tele van szigetekkel, félszigetekkel, kis öblökkel, kis csatornákkal a szigetek között. Gyönyörű természeti terület, és ott találtak néhány olyan félszigetet, szigetet, amiket aránylag kis földmunkával, aránylag kevés építési munkával egy nagyobb felületé lehetett összehozni, és ebből lett a reptér. Tehát nem volt ott sem olyan terület, ahol azt mondták, hogy oké, ide építsünk egy pályát, ehhez több szigetet kellett bevonni ebbe a munkába, de végül is ott megépült egy olyan repülőtér, hát a kezdetén talán három pályája is volt, aránylag rövidek, egymást keresztezték, hiszen az oldalszél vagy a keresztszél, tehát nagyon fontos volt a könnyű és gyönge repülőknek az, hogy széllel szembe szálljanak föl, ezért különböző módon egymás keresztező pályákat volt divat építeni annak idején. Most már viszont párhuzamos pályák, évtizedeit éljük. A Fornebu is egy tengeröbölben, az Oszlófjordban, mesterséges szigetekre, vagy igazából természetes szigeteket mesterséges módon összekötő és egyesített területre épült. Sose volt hosszú pályája, úgyhogy abban az időszakban, amikor 88 és 92 között én ezen az oszlói repülőtér tervezésén, az új oszlói repülőtér tervezésén dolgoztam, és ott is laktam Oszlóban, akkor az volt a helyzet, hogy csak Európán belüli forgalmat bonyolított, és amikor tengeren túli igény volt, azt általában koppenhágai vagy stockholmi átszállással oldották meg a norvégok. Ugye a SAS az egy olyan légitársaság volt, amit ez a három ország tartott fönt, Norvégia, Svédország és Dánia. Aztán később, amikor a norvégok étvágya megnőtt a nyaralás iránt, és exotikusabb, melegebb helyekre egyre többen szerettek volna menni, akkor a széles törzsű forgalmat, charter forgalmat, kifejezetten és kizárólag csak széles törzsű charter forgalmat beengedtek Gardemoen repterére, ami egy katonai bázis volt. Ilyen módon vált közös használatúvá, és később aztán ez lett Oszlónak a fő reptere. De hát akkor még nem erről volt szó, akkor még arról volt szó, hogy az Oszlófjordban egy kicsit Oszlótól délre, a nyugati oldalon egy óriási gyönyörű félszigetre épül, a Hürüm nevű félszigetre épül az új oszlói reptér. Erről volt egy parlamenti döntés, amit aztán egy későbbi parlamenti választások után hatalomra jutott újabb kormány megvétózott, és aztán így le belőle Gardemoen. A Fornebu 1998-ban zárt be, a reptér helyén pedig megkezdődött egy informatikai park létrehozása. Az első ideköltöző nemzetközi nagyvállalat a Telenor volt. Pár évvel később megépült a 23 ezer néző befogadására alkalmas sportaréna és koncertközpont. A terminált korszerű irodaházzá alakították át, ahol a tereket belső hidak kötik össze. A városrész fejlesztése jelenleg is folyamatos. Az is érdekes, hogy már abban az időben, tehát 88-ban a skandináv országok egymással létrehoztak egy ilyen kis elő- és mini Schengent, tehát akkor még senki nem tudott arról, hogy egyszer majd lesz egy Schengen szerződés, viszont ott nem volt útlevél és vámellenőrzés a skandináv országok egymás közti forgalmában, azt már akkor ők belföldi járatnak tekintették. És ugyanakkor a terepviszonyok, egyáltalán Norvégia alakja. Norvégia olyan hosszú, hogyha Oszlónál az ember mondjuk a földgömbön kivágná Norvégia térképét, beleszúrna egy tűt Oszlónál, úgyhogy az maradjon a helyén, és tetét így leforgatná, akkor Rómáig érne le a Norvégia északi része. Tehát egy iszonyú hosszú ország, helyenként elég keskeny, viszont mindenütt nagyon hegyes. Úgyhogy az ország belső közlekedésében a légiközlekedés mindig is nagyon nagy szerepet kapott, amióta egyáltalán vannak repülőgépek, ezért több légitársaság versengett ezen a piacon. Volt például egy Widerøe nevű. A Widerøet úgy tanultam meg akkor hallottam róla először, amikor azt mondták a norvég kollégák, akik a reptértervezésben úgy egy csapatot alkottunk, hogy ha nagyon rossz az idő, télen, onos eső, hóvihar, stb. Van, akkor az első légitársaság, amelyik beszünteti a működést, az a Lufthansa.
akkor még sokat romlik tovább az idő, még a sas még repül, de a másodiknak beszünteti a sas. És akkor, ha még nagyon sokat romlik tovább az idő, akkor már a madarak is beszüntetik a repülést. És utolsónak a viderő. Tehát ez volt a mondás. Hát nem vitás, hogy azok kisgépek voltak, propelleres, gázturbinás, mindenre képes pilóták és mindenre képes repülők, úgyhogy ezek leszálltak befagyott tavakon, meg egész elképesztő körülmények között. Világon van egy egységesen kialakult felfestési rendszer, ezt az ICAO Annex 14 szépen szabályozza, ahol például a pályán a felfestések azok fehérek. Ha a pálya burkolata nagyon világos, akkor egy kis fekete szegély körülveszi a kontraszt kedvéért, de fehér festékkel van fölfestve a középvonal, ami egy szakadott vonal, a pálya szélén a terhelés, tehát a teherbíró felület határa, és így tovább. Hát Norvégiában ez sárga. El szabad térni a szabványoktól, ha az ember közé teszi az eltérést, és azért tették ezt az eltérést, mert a hóból a sárga vonal jobban kitűnik, mint a fehér. És ott elég gyakran a havas állapotok Norvégiában, Észak-Norvégiában még nyáron is.